Az eltek kutatói a napraforgók fény maximalizáló viselkedését vizsgálva arra jutottak, hogy a napelem táblák akkor termelik a legtöbb energiát Magyarországon, ha nem délre, hanem a dőlés szögüktől függően kisé kelet felé tájolják azokat. A napelemek teljesítménye leginkább attól függ, milyen szögben éri őket a napfény. Eddig úgy vélték, hogy a legtöbb energiát a földrajzi dél felé fordítva termelik, mivel a napfény ereje délben a legnagyobb. Az eltek kutatói azonban arra jutottak, hogy Magyarországon a napelem táblákat nem délre, hanem a dőlé függően többé-kevésbé kelet felét kell tájulni, ami függőleges táblák esetén akár 5%-os energiatöbletet többletet is eredményezhet. E felismerésre a napraforgók vezették a kutatókat, olvasható az ELTE MTI-hez eljutatott hétfői közleményében. A beszámoló szerint az már régóta ismert, hogy a napraforgók érett virágai kelet felé néznek. A jelenséget sokan sokféleképpen magyarázták az idők során, de egyik feltételezés sem nyert kísérleti bizonyítást. 2020-ban az eltek kutatói elsőként vetették fel, hogy a virágzat keleti irányát a növény tenyészhelyének fényviszonyai okozhatják. Horváth Gábor és munkatársai csillagászati, meteorológiai és növényfiziológiai adatok felhasználásával meghatározták az éret napraforgófej virágzata és hátoldala által elnyelt fényenergiát a virágképzés kezdete és a magok teljes érése között és megállapították, ha a tenyész időben a délutánok átlagban felhősebbek a délelőttöknél, akkor a keletre néző napraforgó virágzat nyeli el a legtöbb fény energiát. Az energiatöblet előnyökkel jár a napraforgó számára, serkenti a magok fejlődését, gyorsítja a virágzatra lecsapódott harmat reggeli elpárolgását, ami csökkenti a gombásodás veszélyét és magához vonza a délelőtt aktív beporzókat. A kutató következő kérdése az volt, vajon a napraforgó virágok a földrajzi kelet felé, vagy a napkelte folyamatosan változó, aktuális azimut irányába, a földrajzi északtól mért irányába néznek. Azt találták, hogy a virágzatok átlagos azimut szöge megegyezik a földrajzi keleti irányjal, és jelentősen eltér a helyi napkelte azitmut szögétől. A drónos vizsgálat azt is megmutatta, hogy a kutatók jó irányba indultak el, amikor környezet optikai magyarázatot kerestek a jelenségre. A 14 vizsgált napraforgó tábla közül ugyanis kettőben azt találták, hogy a virágzatok az itt iránya többé-kevésbé eltért a síkvidéki virágzatok keletre nézésétől írják, hozzátéve, hogy ezek a táblák domboldalon feküdtek, a dombos helyek fényviszonyai pedig eltérnek a síkvidékiektől, mivel egy domboldalt más szögekben ér a környezeti napsugárzás, mint egy vízszintes területet. Emellett a kutatók azt találták, hogy a környező fák árnyéka is befolyásolja a virágzatok irányát. Miután a kutatók számára bizonyítás nyert a napraforgók fény maximalizáló viselkedése, azt kezdték el vizsgálni, vajon igaz lehet-e a napraforgókon tett megfigyelésük a napelemekre is. Az északi féltekén a rögzített, tehát állandó dőlésű és az irányú napelemtáblák hagyományosan délfelé néznek, mert az uralkodó vélemény szerint a déli irány biztosít maximális napenergiát. Azonban a napraforgókhoz hasonlóan a napelemek fény maximalizálását is meghatározza a felhőzöttség délelőtt délutáni eltérése, fejtették ki. A beszámoló szerint a napjárás csillagászati ismereteinek és az elmúlt évtizedre átlagolt meteorológiai fénysugárzás mérési adatainak a felhasználásával az eltek kutatói meghatározták, hogy egy rögzített napelem egységnyi felülete mennyi fényenergiát nyel el egy év alatt. A vizsgálatot három amerikai területre, a Kentucky Bonn megyére, Tennessee-re és georgia valamint három európai régióra, Közép-Olaszországra, Közép-Magyarországra és Dél-Svédországra terjesztették ki. Azt találták, hogy a napelem táblák ideális iránya egyedül Dél-Svédországban a hagyományos földrajzi dél, míg pedig azért, mert ott a délelőttök és délutánok évi átlagban egyformán felhősek. A többi területen viszont megfelelőbb a napelem táblákat kisé a földrajzi kelet felé fordítani, mivel ezekben a régiókban a délutánok éves átlagban felhősebbek a délelőttöknél. Ebből az is következik, hogy azokon a területeken, ahol éves átlagban a délelőttök felhősebbek a délutánoknál, a Napelemek ideális iránya a kicsit nyugat felé fordul.